A napóleoni, illetve az első világháborút idéző hagyományőrzőkkel telt meg hétvégén a Barcarozsnyói vár. A hadtörténeti fesztiválon most először mutatkoztak be a Székely udvarhelyi vörös darabontok. A székely gyalogkatonák a fejedelemkori Erdélyt képviselték. A katonai élet valós, történeti leírásokon alapuló rekonstrukcióját tűzték ki célul 2009-ben a hadtörténeti fesztivál megálmodói. A Brassó közeli Barcarozsnyón, Erdély legnagyobb 16-17. Században épült parasztvára azóta minden évben két napra újra háborúk színterévé válik. Intenția inițială este aceea educativă. Az elsődleges cél a tanítás. A tankönyvekben csupán események, dátumok, személyiségek sorozata a történelem, holott a történelem él, mondja az egyik szervező. Vannak, akik annyira komolyan veszik a katonásdit, hogy a rendezvény ideje alatt katonai sátrakban laknak, kórhű edényekből és evőeszközökkel, tábori fogásokat esznek. A résztvevők többsége nagyon jól ismeri az adott történelmi korszakot, a katonai lét szokásait, az étkezést, de a tábori élet pikánsabb oldalát is, ami az anekdotákban őrződött meg, mondja a főszervező. 150 hagyományőrző és több száz turista érkezett a Romániában hiánypótlónak számító fesztiválra. A román, cseh, francia, osztrák és bolgár csapatok mellett idén székelyudvarhelyi vörös darabontok is részt vettek az eseményen. Megosztottuk egymással a véleményeinket, tapasztalatainkat, elkezdve attól, hogy hogyan használhatjuk a fegyvereket, egészen addig, hogy a ruhát hogyan rendezzük be, és az emberekkel milyen kapcsolatunk legyen. Fontos az emberekkel való kapcsolat, vallják a rozsnyói hagyományőrzők, hiszen a csatározás csupán a történelmi korokat és szülőföldjüket hivatott népszerűsíteni.